Kállai Zsuzsa öltözékéről a Happy Woman gondoskodik. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai műsoromban. Én úgy gondoltam, hogy érdemes elgondolkodni így nyárvíz idején, nem is télvíz idején, hanem nyárvíz idején, hogy azért jó, hogy nyaralunk, jó, hogy most egy kicsit lazulunk, és jó, hogy itt a nyár, itt a meleg idő, de azért a probléma probléma, és a problémát mindig meg kell oldani valamilyen szinten. Vagyis cél az, hogy kiindulási pontból, ami éppenséggel hát negatívum, probléma és megoldást kíván maga után, érdemes tehát valameddig eljutni. Na most a 2008-as statisztikai adatoknál hazánkban évente 45 ezer házasságot kötnek. Hát nem tudom, hogy ez a mai napig fennáll-e, de valószínűleg, és úgy lehet, hogy nőtt, de ennek ellenére higgyék el nekem, hogy ennek a fele sajnos mind válással végződik. És hát az okok között az első oldalon és az első helyen hát mi áll, nem más, mint a hűtlenség első körben. Na most a házassági viszonynak a megromlása, vagy a szenvedélyi betegségből eredendő problémáknak a megoldása ugye a fő, ami ugye hát fennáll, de ahhoz is valami vezet, tehát az sem magától van, ahogyan ez ugye hát természetszerűleg egy kapcsolatban, amíg egy kapcsolatban valameddig eljutunk, tehát ok nélkül semmi nincs, mert hát valamiért kialakul. Ugye sokszor elfelejtjük azt is, hogy egy kimondott szónak mekkora ereje van, és hát hiszen az apróságok, akár egy kávéfolt, egy inger ruhán juthatnak ugye egy válásig, és hát a házasságot tönkreteszik. Családi tragédiák, céltudatosan viselkedő emberek, tehát egyszerűen alkalmazott viselkedési modellek is nagyon sok mindenben be tudnak kavarni. Én úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy ezek a racionális érvek azért, hogy a családi élet mellett szóljanak, és tulajdonképpen meg tudjuk őrizni a házasságunkat, vagy meg tudjuk őrizni a függetlenségünket házasságban, akár házasságon kívül, ha már egyszer így alakult, rettentő fontosak, hogy meg tudjuk oldani. Sajnos nagyon sokszor agresszió alakul ki, és ez az agresszió, ami ki is alakul, hát ez nem egy jó dolog, mert házasság alatt és házasság után nagyon soknál előfordul, hogy bántalmazzák egymást, hát ugye a nők esetében hát nem a nő bántalmazza a férfit, hanem hát sajnos sokszor ez ugye fordítva van, és elnézést, hogy megnevettem, a praxisomban ugye minden előfordult, és hát ugye láthatni lehet, hogy tényleg mennyi minden történik, hát ahhoz, hogy egy házasság szétrobbanjon. Én gondolom, hogy azért így az ember tényleg, ha egy kicsit el is mosolyodik rajta, de mégsem lehet mosolyogni, mert ahol család van, gyerekek vannak, szétrobbantott család van, és magában véve tehát az, hogy szétszakad a család, gondoljanak bele, mekkora trauma. Pláne, ha kicsi gyerek van, azért. Ha nagyobb a gyerek, szintén azért. És magában az, hogy megrobban a család, szétrobban a család, és szétesik egy egész kompánia, amiről ugye azt hittük annak idején, hogy valamennyire működik, de hát egyáltalán nem. Na most érdekes, mert ha belegondolunk, hogy mi is itt a megoldás, és talán hogyan lehet ezt a válságot kezelni házasság alatt, vagy éppenséggel egy válás után, ezt az életet, akkor hát érdemes belenézni, és érdemes ebben érdemben tanácsot adni azoknak az érdeklődőknek, akiknek ez rettentő fontos, mert nem csak egy nő lehet szerencsétlen, higgyék el nekem, hanem egy férfi is. Nagyon sok férfi maradt fedél nélkül, kisemmizve, és hát alig tudnak megélni, alig tudják fizetni a gyerektartást, alig tudják helyrehozni az életüket, és nem kell nagyon sok hozzá, hogy ez a trauma bekövetkezzen, csak egy rosszul kötött házasság, egy rosszul sikerült élet, és valójában
a családfenntartóból egy nagyon szomorú sorsú ember lesz. Na most lehet ez nő, lehet egy férfi esetében, hát nagyon elgondolkodtató. Én nekem az a célom, és valójában hát magának a műsornak is, mert ugye tudjuk, hogy ez egy életvezetési útmutató, de az, hogy átrendezze a gondolatokat, átrendezze azokat a lehetőségeket az életünkben, amelyek ezt kiváltják, és még időbe tudjuk meglépni azokat az élethelyzeteket, amelyekben, hát sajnos, ugye, hát ez már, ha bekövetkezett, akkor mégis meg kell oldani. De hogyan? Nem könnyű. Két embernek a viszonya házasság alatt, válás után, ha arra kerül a sor, hogy kenyértörés van, hát nem egy könnyű dolog. És én azt mondom, hogy bizonyos szinten egészséges, ha az ember fenntart egy olyan viszonyt, ha már gyerek van és család van, ami bizonyos keretek között megengedhető, de egyébként nincs értelme annak, hogy egymás életét megkeserítsük, ha pedig utána is megkeserítsük, akkor abban általában mindig érdek van. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes úgy gondolkodni, és érdemes még időben meglépni olyan élethelyzeteket, és olyan életmód tanácsokra lenne szükség, amelyben ezeket minden lehet kerülni. De hát gondolkodjanak csak reálisan. Tehát tényleg, hogy ha az ember tényleg úgy éli az életét, hogy meg tudjon felelni annak, hogy az önértékelése is helyen legyen, és ugyanakkor az élete is helyen legyen, és ne pokol legyen, és ne egy családi káosz legyen belőle, vagy éppenséggel egy szerelmi káosz, mert hát mondjuk ki az őszintét, hogy egy szerelmi kapcsolatban, ha már hárman vannak, káosz van, még kettőnél is kialakulhat feleség esetében, de ha belép a szerető, vagy belép egy barát, vagy belép bárki, akkor milyen káosz van, és sőt, még akkor milyen káosz tud lenni, higgyék el, ugye hát azért a 20 éves praxisomban, 20-25 éves praxisban már bele lehetett látnom egy pár életbe, és úgy gondolom, hogy talán volt precedens arra, hogy még házasság után is a feleknél, ha meg is maradt a kapcsolat, azért voltak olyan esetek, és vannak olyan esetek, amelyek tényleg extrém esetek, és amivel még én se tudok egyet érteni. Hogy például a két házaspár együtt megy el nyaralni, és közben férj és feleség voltak. Vagy éppenséggel együtt tartanak olyan kapcsolatot, amelyben hát azért el lehet gondolkodni, hogy akkor most hogy is élnek normálisan. Tehát van egy egészséges része a kapcsolatoknak, és van egy olyan káoszt idéző része a kapcsolatoknak, amelyeknek hát sajnos nem mindig van jó vége. De megkérem a kedves kollégákat, hogy folytassuk a műsort, de már önökkel, hogy kapcsolódjanak be a műsorba, és várom nagyon nagy szeretettel önöket, tehát a műsor interaktív, és a műsornak a nem emelt díjas száma a 269-0386-os, tehát lehet telefonálni, lehet érdeklődni, és be is lehet kapcsolódni a műsorban. Én úgy gondolom, hogy az adott témához kapcsolódóan azért egy pár ember fog érdeklődni ezzel, mert mindenkinek az életében vannak események. Itt az első kedves telefonáló, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Igen, Zsuzsika, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Sikerült bejutnom. Én mondtam. Úgyhogy szeretném, Erzsébet vagyok Budapestről. Igen. De a lányommal kapcsolatosan szeretnék érdeklődni. Igen. Mégpedig mi a problémája? Ja, pedig már lehalkítottam a tévét, és visszahallom. Köszönöm szépen, nézi a műsort, ebből is lehet látni. Mi a lányának a problémája? Andrea 1965. Igen. Szeptember 3. Aha, elég érdekes. Na most tessék nekem megmondani, hogy mi a probléma, tehát mivel hát állunk szemben. Az a probléma, Zsuzsikám, hogy most egyedül van, volt egy kapcsolata, de az most januártól vagy februártól nincsen, egyedül van, és hát szeretném megkérdezni, hogy anyagiakban, hogy jön ő most ki ezekben a hónapokban. Na most, hogy kérdezek, tehát dolgozik, munkahelye van, vagy hát pedig? Hát most nincsen, mert most ezzel a
ezzel a költözés meg mindenfélével van elfoglalva. Procedúra. Na most tessék rám figyelni. Hogy lesz ebből valami jó kiút. Na most hagyj kérdezem bele, hogy ebből a kapcsolatból ő már kijött, vagy pedig kifele van? Ki. Értem. Kérem szépen, én úgy gondolnám, hogy ez most egy olyan érzékeny időszaka, hogy annyira érzékenyen érintette őt ennek a válásnak, vagy ennek a kapcsolat végének a utórezgése és az utórengése, hogy most még ilyen emésztési folyamatban van, tehát most folyamatosan emészt. De utána pedig szeptembertől várhatóan az évhoz. Szeptember előtt nem igazán hinném, hogy valami olyan történik, ami anyagilag előre viszi. De ugyanakkor, miután vénuszi rezgésű évről van szó, tehát azért mutatkozik az, hogy ebben az időszakában még azért láthatóan, tehát benne van, hogy talán még meg is ismerkedhetne úgy szeptember fele valakivel, de ebből csak körülbelül olyan fél év múlva lesz valami. De viszont, ha az anyagi szintet nézem, akkor is fél év múlva lesz valami. Igen? Igen. Húha. Nézze, hagyj legyen túl rajta. Tessék? Nem értem. Hogy lábbal ebből ki? Könnyen. Igen? Igen. Kérem szépen, az egész sorsa úgy, ahogy van, szerencsés, mert a Jupiternek egy olyan állásáról beszélünk, ami szerencsét hoz. Hát a Jupiter egy gyönyörű szerencsehozó csillag. És én úgy látom, hogy ez azért előre viszi. Nyugodjon meg, mint édesanyja, a gyereknek az egész sorsa úgy szerencsés, ahogy van. Tehát minden igen, tehát ezt komolyan mondom, és minden nehéz helyzetből, nagyon nagy szerencsével és nagyon nagy biztonsággal kijön. Megjön az esze, megvan az esze hozzá, de engedje meg, hogy most az idő kiforogja. Nem véletlenül történik, ami történik. Igen? Így van. És én tudok neki segíteni? Mindig mellette fog állni. Anyagiakban is? Így van. Jó? Jó, Zsuzsikám, nagyon szépen köszönöm, megnyugtatott azért, hogy nem lesz maga alatt, meg nem fog itten, mit tudom én, felfogni. Egyáltalán fogni, nem. Azért szerencsésen alakulnak a így dolgok. Így van, szerencsésen és előre haladnak, tehát jó, itt van, tulajdonképpen nem igazán látnám azt, hogy, hogy nagy trauma éri már továbbra is. Na nem ez, ő volt ez a lényeg, igaza. Igen. Ez a lényeg, hogy továbbra is már így nem van. Maga így alatt van. Legyen. Így van, nem is lesz maga alatt, hanem utána már egy másfajta időszak jön az életében. Időszak következik. Így nagyon van. Szépen köszönöm, Zsuzsikám. Köszönöm szépen, és köszönöm minden szépen, jót kívánok. Haladjunk tovább, mert hát azért tényleg mások is várnak és érdeklődnek. De amíg érdeklődnek és bekapcsolódnak a műsorba, én azért elmondanám, és folytatnám a témakört, hogy véglegesen szakítani egy házasságban, ha már egyszer így alakul, lehet. És magában az, hogy egy kapcsolatnak rá vége van, utána, ha az ember ki is szenvedi azt az időszakot, hogy egy traumának vége van egy szenvedésnek, de ennek sincs véletlen szerepe az életünkben. Itt a következő hívó, aki ér az elsőbség, és nagyon nagy szeretettel be is engedem a műsorban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, de ha megtenné nekem, hogy egy kicsit hangosabban beszél velem, akkor örülnék. Jó. Jó. De én köszönöm. Szeretnék két dátumot mondani. 1991. október 6-a. Igen. És 1988. december 23. Az október 6-a a Zsófi. Igen. És a 88. december 23. az pedig Péter. Szeretném megtudni az unokám, hogy milyen a kapcsolatuk, és együtt maradnak. Hát ön a nagymama akkor, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és hát igen. Az ön unokája a Zsófi. Igen. Értem. Igen. Tehát lány unokája van. Hát, kedves nagymama, hát itt tulajdonképpen nemrég járt nálam egy nagymama egyébként, egy olyan aranyos nagymama, akit nagyon-nagyon megszerettem, és tényleg annyira
örültem neki, hogy okosságokat tudunk megbeszélni. De én, és annak is természetesen az unokái voltak a mindenei, és elmondta, hogy milyen finom palacsintákat süt meg, mit tudom én, tehát ez annyira jó volt. De a nagymamák ilyenek, tehát a nagymamáknak mindig van egy-két kedvenc, vagy három kedvenc unokájuk, és akkor ott már az egész élet ahhoz van hozzámérve, ahhoz van hozzá alakítva, és ez valahol egy gyönyörű szerep tud lenni. Kérem szépen, nézze, nem hinném. Tehát annak ellenére, hogy egy előző életből lehozott házas, vagyis kapcsolat az unokájának, tehát a Zsófinak és a Péternek a kapcsolata. Igen. Nem igazán hinném azt, hogy előző életből lehozták a kapcsolatot. Ez egy mostani feladat. Na most nem tudom, gondolok valamire, érzek valamit, látok valamit képletileg. Tessék nekem megmondani, hogy ennek a fiúnak az életében milyen trauma történt. Tehát a sorsában mi történt, ami egy kicsit nehézséget mutat, mert látom, hogy van nála egy nagy baj. Igen, hát a betegség az apukája részéről, uh-huh. Az elég nagy trauma. Na most az a helyzet, hogy nagyon meg fogja őt viselni. Nagyon meg fogja őt viselni, és az van, hogy eltolódik a kapcsolat. Érti? Aha. Tehát elhúzódik, eltolódik bizonyos témában, és bizonyos formában, bocsánat, ez a kapcsolat. Tehát a kedves unoka és ez a fiatalember, én nem azt mondom, hogy ő nem tesz meg mindent a kapcsolatért, nagyon érzékeny fiatalember. Sokkal érzékenyebb, mint az ön unokája valamilyen szinten, de máshogy érzékeny, érti? Tehát itt mind a kettő ember mérleg, és igen. Ő egy annyira gyenge mérleg, és annyira nagy dolgot csinál mindenből, hogy hogy magyarázzam, ez a fiú nagyon sokat szenved. De december 23 is, az is mérleg. Hát szeptember 23-ról van szó. Nem, október 6-a és december 23. Bocsánat, hát akkor megint más a dolog. Akkor egy bakról beszélünk. Igen. Hát akkor meg viszont ugyanígy még nehezebb, akkor meg még nehezebb a dolog, megmondom miért. Nehezen mutatja ki az érzelmeit. Igen. Nem, tehát teljesen elzárja magát, de az nem azt jelenti, hogy nem egy érző emberről beszélünk. Hanem mély érzelmei vannak, csak nehezen tudja kimutatni. Munkamániás. Így van. És ott a trauma. Szintén ott a trauma. Hosszú időszakok vannak az életében. Lehet ebben a kapcsolatban bízni, de azért oda kell figyelni, mert a féltékenységre hajlamos a fiatalember. Tehát ha felüti a fejét a féltékenység ebben a kapcsolatban, az el tudja vinni. Érti? Értem. Úgyhogy erre oda kellene. És gyereket nem is tervezne? Én nem tudom, de én nagy valószínűséggel még azért kitolnám ennek a lehetőségét. Köszönöm. Együtt maradnak egyáltalán, látszik valami? Én megmondom őszintén, hogy van dolguk egymással egy bizonyos ideig, és tényleg, ha jó Isten is úgy akarja, akkor ez a kapcsolat még megy valameddig, de egy csevelet-cse nélkület kapcsolat. Aha. Erre kell számítani. Tehát valameddig még megy ez a dolog, de utána mást akar a sors. Tehát én nem látnám véglegesnek ezt a kapcsolatot. Nehezen szakadnak el egymástól, egy ideig szól ez a kapcsolat, és amikor vége fog szakadni ennek a kapcsolatnak, akkor meg viszont mindenki egy olyan időszakba fog lépni. Tehát az unokája is, és ez a fiatalember is, hogy megérnek valamire, érti? Egyébként is ő egy nagyon éretten gondolkodó fiatalember. Csak sajnos az élet tanítja meg, és a keserű problémákkal által, hogy korábban érjen. Érdekes, én is úgy érzem, hogy ez nem lesz végleges. Nem lesz végleges. Valameddig tart, és utána pedig elválnak az útjaik. Úgyhogy ez az én elgondolásom. És a Zsófinak az egészségi
állapotát meg tudná nézni, ha megkérdem szépen. Nehéz időszaka van most az unokájának októbertől, előre mondom. Igen? Igen. Elég nehéz időszakot fog átélni, és elképzelhető, hogy valamiféle nehézség merül fel ebben a kapcsolatban. Na most az egészségi állapotával kapcsolatban én inkább a vese és a máj, vagy éppenséggel az emésztőrendszeri belső elválasztású mirigyek problémáját tudnám. Amire oda kell figyelni. De hát nem kell ettől megijedni, mert olyan ember nincs, akinek a képletében ne lenne hajlandóság, és csillagkép szerint ne lenne valamilyen betegségre utaló képlet, tehát lehetőség, de ez is túlérzékenység, de minden embernél ez más és más. Tehát én azt mondom önnek, hogy érdemes lesz erre odafigyelni. Ez az időszaka októbertől egy kicsit káoszosabb a Zsófinak, és lesz ebbe egy kis problémája neki. Megállnak a dolgok, stagnálnak a dolgok, és elképzelhető, hogy akkor történik ebben a kapcsolatban valami, ami azért elég nehéz időszakot fog maga után. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Nem könnyű a helyzet, se így, se úgy, se amúgy, de azért, ha előre tudjuk, hogy felkészülünk a problémákra, és itt jön a kérdés, hogy hogy tudunk felkészülni a problémákra. Hát úgy, hogy megbeszéljük, és tanácsot kérünk, mert ha valami problémában tényleg az ember lát egy előrelátható időszakot, tetszik érteni? Tehát egy előrelátható időszakot, akkor sokkal könnyebb a megoldás, mert akkor számítok arra, hogy abban az időszakban az a probléma esetleg megtörténhet. És ha megtörténhet, akkor tulajdonképpen van rálátásom, hogy mégis hogy tudom ezt kivédeni. Ez lehet emberi kapcsolat, ez lehet családi probléma, ez lehet trauma, ez lehet bármi. Tehát én úgy gondolom, hogy van értelme ennek az egésznek, és ha már így a családi problémákról beszélünk, és a család széteséséről beszélünk, ami rettentő fontos, és még annyi időm talán van, hogy így elmondjam, közben nyugodtan, ha még valaki várakozik, be lehet kapcsolódni a műsorba. Nézzék, nem könnyű a helyzet, mert amikor válás van, és maradnak gyerekek, felnőtt gyerekek, kisebb iskolás gyerekek, akkor azért a két szülő között megosztani a gyerekeket nem könnyű. Jó, hogy a bíróság vagy eldönti, vagy pedig ugye a szülők megbeszélik egymással jobb esetekben, de ugyanakkor, ha már belép a harmadik személy az életben, vagy jobbról, vagy balról, akkor már esetleg megváltozik az a viszony a gyerekekkel szemben is, amely megváltoztatja az egész kapcsolatot. És elkezd a kapcsolat, tehát teljesen más irányba terelődni el. Tehát én ezzel annyit szeretnék megmagyarázni, hogy az van, hogy nem könnyű, mert rá kell ismerni, és fel kellene ismerni azokat az élethelyzeteket, amikor azért nem kihasználtá lenne jó válnunk, hanem rá kell ismerni azokra az élethelyzetekre, hogy jobb lenne, ha úgy tudnánk megválasztani a partnerünket, hogy nem mind áldozat kerüljünk ki, hanem, és nem mind áldozat kerüljünk be egy kapcsolatba, egy új kapcsolatban válás után, és áldozatként próbáljuk ezt az egészet megoldani, hanem egyszerűen próbáljuk meg az adott témát helyesen kezelni. Tehát egy új kapcsolatba úgy belépni, hogy igen, és ha egyszer már így alakult, akkor nem mind áldozat, és nem az elmúlt házasságnak a sérelmeit átvinni, hanem lehetőleg akkor a tapasztalatainkat megérteni, és használni is. De hát minden ember más és más és más, hát tudnék epizódokat mesélni, amelyek ugye hát nem publikusak, de ugyanakkor azért sajnos példának is el lehet mesélni, mert olyanok vannak, hogy például, ha valaki elválik, akkor egy új kapcsolatban, ha már gyerekei vannak, nem biztos, hogy azok a gyerekek olyan helyet kapnak, mint amelyet megérdemelnének. Tehát tulajdonképpen, ha már elválunk, és gyerek van a kapcsolatban, akkor azért a gyereknek az előnyét is vegyük
én gyerekpárti vagyok, tehát a gyerekeknek az előnyét is vegyük, hogy mondjam, érvnek. És ne csak mindig, tehát csupán csak az érzelmeink után menjünk, hanem a legfontosabb a gyerekünknek a biztonsága, a gyerekeinknek a jövője, és ugyanakkor pedig az, hogy hogy tudunk megfelelni egymásnak. Tehát akkor már, ha lehet, akkor így gondolkodjunk, és utána akkor már lehet közösen gondolkodni a jövőre, de ez hatalmas bizalmat igényel, és hatalmas átgondolást igényel, amit nem lehet elodázni, és nem lehet túlmagyarázni sem. Én azt mondom, hogy speciálisan kezelni egy adott témát lehet és kell is, mert kiútat lehet találni, mindig van kiút és mindig van megoldás. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg, oldjuk meg ezeket a problémákat, mert tovább visszük őket, és csak benne szenvedünk. Tehát én azt mondom, hogy érdemes, és tegyék meg azt a saját maguk érdekében, hogy tanácsot kérnek, és meg is teszik a megfelelő lépéseket. Innen folytatjuk, megígérem, és jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor várom Önöket nagyon nagy szeretettel, és addig is mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok. Kállai Zsuzsa öltözékéről a Happy Woman gondoskodik.